Minecraft blokkok. Van, amit könnyű megtalálni, de van, amit irgalmatlanul nehéz. Megvan! Megvan a lett! Megvan! Ebben a túlélő videóban beszerezzük a Minecraft összes különálló blokkját. Kizárjuk a lépcsőket, féllapokat, vagy bármi egyéb olyan blokkot, ami nem is igazán szögletes, de így is kb. 400 darab igazi különálló blokkról van szó. Ez is egy zseniális challenge, ami külföldi eredetű, ami mellesleg rengeteg munkát vett igénybe, szóval, hogy egy picit is tetszik, akkor léci, dobj egy feliratkozást. Úgyhogy azt mondom... Kezdjük el! Először is fogtam a szerszámokat és építettem egy szép kis hidat itt a hegyen át, ugyanis eldöntöttem, hogy Kleminek a telke végén itt fent tökéletes lesz ez a hatalmas blokkmúzeum. Ez is bizony jó pár órába beletelt, de hé, az alapja legalább kész volt. Az elsők legyenek valamivel egyszerűbbek, mint például a rönkök, meg a deszkák, meg az ilyen smik. És az első blokk nem más, mint a tölgyfarönk. Oh my god, oh my god! Ezután lebarkácsoltam a maradék négy fajtáját, mint a blokkot, a kiérgezett blokkot, a kiérgezett rönköt és a deszkát. Még az elején vagyunk, szóval ez könnyen ment, de ezek után, amik még fognak következni, és különben leszakad a pofátok majd. Többek között Zümit úgy megszivattam, hogy egyszerűen megharagult rám. De szarrágó! De menj innen, meg ne lásson azt többet! De meg... Na, gyere ide! Mit szólsz, nehén bácsi? Mit szólsz, hogy ilyen epic challenge-et fogunk megcsinálni? Következőnek jöhettek a nyírfa cuccok. Nyírfa blokk, kérgezett, kérgezett blokk. Voilà, megvannak a nyírfák is. Ho-ho-ho, te is így örülsz neki, ez a beszéd, ez az, yeah! Aztán persze elmentem fenyőfáért is. Amint látjátok, ezeket a könnyebbeket is megszerzem, mert annyi szabály van még, hogy konkrétan a meglévő ládáinkból nem szabad hozni múzeumba blokkot, hiszen akkor jóval könnyebb lenne a challenge és nem lenne olyan izgalmas, szóval maximum csak alapanyagot lehet hozni majd a kraftolások érdekében. Mi lenne, hogyha az izgalom kedvéért most valami nehezebbet szereznénk meg, például elmennénk a Deep Darkba, azaz Ancient Citybe, és onnan lootolnék pár blokkot. Reméljük nem döglök meg. Szerencsé, mióta befogtuk a Vardent is, még mindig itt van ez az ösvény, ami az Ancient Citybe vezet. Holy Jesus! Ekkora hegyből hoztuk ki a Vardent. És ott mi van még egy? Azóta, hogy nem diszpannol? Ha már itt vagyok, kétféle jeget is kiszedtem, miközben próbáltam elsonfordálni a Varden mellett, hogy nehogy megcsócsáljon. Deep Slate-es vas. Deep Slate-es redstone. Érted, mindent felvezek, csak az nem, amiért jöttem. Mert amiért igazán jöttem, azok a Skulk-féle blokkok voltak. Yes, meg is van. Yes! Skulk! Yes! Még nekiálltam kiszedni ezt a gerjesztő micsodát. És persze, ha már ott voltam, elkezdtem lopkodni Deep Slate cuccokat, meg gyapjukat, de a nap végén sikeresen hazaértem, és a Warden nem csócsált meg. Itt is van a Skulk. Skulk gerjesztő. Repedezett mélypala. Sima téglás. Kiszólt mélypala. Vésett mélypala. Zúzott mélypala. Csináltam egy sima mélypalát is, és eszembe jutott, hogy nálam maradt a tufa is, és igen, ezt a mangrove gyökeret kérlek még ne vegyétek figyelembe. Csak ideiglenesen tettem le még, mert úgymond single player-be csináltam egy táblázatot, ami alapján próbálom követni ezt az egész sablont, szóval az nem számolódik fel, kell találjak egyet legit. Na de következtek a jeges havas blokkok, amiket találtam. Szóval a jegek alatt kicseréltem a glowstone-t vízre, hogy feltehetően ne olvadjanak majd el. Mély falában redstone az ide jön, vas az ide. Ide jön a kalcit. Eddig a táblázat szerint jó... Ez most hogy olvad ki? Akárhogy próbáltam, idővel mindig kiolvad, szóval vegyük úgy, mintha itt a jég lenne és nem víz. Lényeg az volt, hogy nálam volt még a szürke és a fehér gyapja, amit az Ancient Cityből loptam. Következőnek kiveszek egy kraftoló asztalt és némi redstone cuccot is bele akarok rakni, például megcsinálok a két dugattyút és a redstone lámpást. Egy sor már teljesen ki is van pipál. Profizmus. Na persze, profizmus a nagy francokat az elején, csak meg akartam spórolni az agysejtvesztést, szóval a kicsit könnyebbeket választottam. De a későbbiekben lesznek sokkal, de sokkal izgalmasabb találások, és emellett István is végre fellépett a szerverre. Hogy nézzél ki, mi ez a ruha? Nincs karácsony. Boldog karácsonyt! Jú! Neked is voltak. Bemelegítésként elindultunk egy bányába pár könnyebb cuccot megszerezni, mint például a cseppkőblokkot, van gyengidérítés a csákányomon, szóval a rézércet, vasércet, na meg a szénércet is. Majd elhatároztuk, hogy kicsit feldobjuk a hangulatot. Szóval elmegyünk a Netherbe. Van egy ilyen blokk, aztán van a repedezett fajta. Jó, rajtad kívül. Itt van vasblokk, wow! Na ez kell, ez a ritka, ez a... Véshet csiszolt fekete kő, és... Alatta van az aranyblokk. Úristen, a Netherbe mennyi blokk van, várja, nézzem meg ezt a listát. Folytattuk, és egy csomót szerencsére könnyen meg lehetett találni, mint a netherreket, magmát, kvarcot, meg minden ilyen egyebet. Hallod, úgy aratok, mint a fizetnének ért. Aztán persze kellene az ősi törmelék és a netherite blokk, de azelőtt István majdnem megölte magát. Mit csinálta? Semmit. Gyere, mert én ezeket egyszer leraknám, hogy legyen hely az inventory-mba, s nehogy véletlen meghalj. Ki meri megzavarni a videót? Hát én most lépek fel, s megzavarom. Te erre a szerverre fellépsz, egy dolgod van. Blokkokat kell találni. Na, itt jó pár blokkal gazdagítottuk a múzeumot, amit a Netherből hoztunk, de a nagy munkátok közepette a chat az ezt írta ki. És előd most járt életében először ezen a szerveren. Előd, hogy percek alatt boríts be gyémántokkal küldetésen vagy? Hát nem vagyok szar. Ugye nem loptál tőlem? Hogy lopjak tőled, hogyha 3000 blokkra vagyok tőletek? Wow, és még azt is tudta,
3000 blokkra van a spawn, ez vajon miért van? Tiszta véletlenül nem azért, mert a spawnon volt egy nether portál, ami a nether roofon elvisz ide a házunkhoz? Ne kell gondolkozni ezen. Állj le! Ide a gyémántot! Ide a gyémántot! Nézd meg, valami. Mit lopott ki! Mit lopott ki! Azért jött fel, segítsen a szerver, és kilopott mit mindent! Mit loptam ki? Mindent kilopott, nézd meg! Ezt elfelejtettem lerakni, ez körülbelül ide jár, nagyon szép, jó? Ezen kívül is még pár blokk az inventoriumban maradt véletlen, de később azokat is lerakom, na de most Istvánt elküldtem festékvadászatra. Mert van kék, fehér, van piros, sárga. Én pedig elmentem tököket vadászni és gombákat. Úgy tudom, van a sima tök, a faragott és a tök lámpás. Látjátok, milyen okoska vagyok? Látjátok, milyen okoska vagyok? Jó, itt vagyok a gombáknál. Azt hittem, ezeket a gombákat ritkább lesz megtalálni. Itt van a fehér, itt van a barna, itt van a piros. Wow! Aranyblokkot majd elfelejtettem a vasblokk mellé letunkolni. Amúgy előtte kitől loptad ki ezt a V4 mélyjárást? Zümi. Nem a ládából. Ne no! Ó, előd, kibannollak, esküszöm, azért téve, hogy kárt tegy az egy szerverbe. Igen, kinek csinál? Aztán Clem is fellépett a szerverre, és volt nála Nether Rex, szóval szépen lebigyeztet. Yeah, megvan az első blokk, amit letettél. Mondd el, milyen érzés, és mondd el. Hát elfáradtam benne. Ide lerakjuk a tököt, faragott tököt. Így kell csinálni a tök lámpást. Oh. Majdnem elfelejtettem lerakni a repedezett kőtéglát. Ekközben István vándorolt és talált obszidiánt, na meg kereste a különböző festékeket, amikor is egy kis bajba került a méhekkel. Ez neki lehetszed? Nem. Ugye, itt betekintést nyerhetek Zümi házába. Amúgy az rossz lenne, hogyha innen venném el a részblokkot. Igen. Te mondod, aki ott megy fel a liften, és kilopta a gyémánc utcait Züminek? Ott megy fel a liften. Amint látjátok, én a bányába voltam, hogy egy kicsit ezeket a nehezebb blokkokat megszerezzem. Mint például az aranyércet, az ametiszt kristály, a sódert, mélypalában aranyércet, mélypalában redstone ércet, és mélypalában lazuritot. De hát nyilván valaki bele kell szóljon ebbe is. Jaj! Rohadjál ketté. Diamond, gimme, diamonds, yeah. Alex, hol van az a vezető út? Mi az, hogy hol van az út? Hát mínusz 3000, mínusz 1800. Jó, köszönöm. Ez a bánya konkrét a bázis alatt volt, szóval gyorsan vissza is jöttem és leraktam, miért még meg nem döglök. Tehát egy sima kővel, zúzott kővel, lekraftolt lazurit blokkal, redstone blokkal, na meg gyémánt blokkal bővült a múzeum. Ide jön a redstone, ide jön a smaragd, de az még nincs meg. Itt van a lazurit, van a gyémánt, és ide jön a netherite blokk. Na az lesz még nehéz, még a szettünk se netherite, nem hogy a blokk. Ide jön az amethyst blokk, és ide jön a shouder, ide jön a lopott részblokk, a mélypalában arany, a sima aranyérc is. Juhu! István még mindig vándorolt, szedte össze a különböző lombokat, amikor full véletlen belefutott ebbe a mansionbe, és hát kihasználta a lehetőséget, különböző színes gyapjukat is el kellett onnan lopni. Baszd meg! Úgyhogy amikor hazaért, egyszerűen annyi mindent hozott, hogy leszakadt a pofám, szóval ezzel fogunk haladni rendesen. Hát ez hülye. Hát az a pillanatnyi boldogság bizony nem tartott sokáig, mert látjátok szerintem. A rohadt életit ember! De hogyha csak egy blokkot robbantott fel? A mobok nem hagynak dolgozni, nem képesek abba hagyni azt a születést. Esküszöm, fogyjatok már el! Alex, jó, hogy már nem Minecraftozunk. Ó, de akartam mondani, hogy ide akarom rakni a cseresznyefarönköt. Így, baszki. A cseresznyefa blokkot! Kérgezett cseresznyefa, kérgezett blokk, és akkor a cseresznye deszka. Kész! Készen van a barbifa! Emellett jöhetett a könnyező obszidián, sima obszidián, és emellett még 9 színnel bővítettük a gyapjúraktárat. Azt kell mondjam, hogy egész jó haladunk. Várj, mielőtt még elvesztem ezt a cseresznyefa levelet, ezt is lerakom a helyére. Aztán Clem is hasznosá tette magát, úgyhogy elment a faluba különböző blokkokat hozni, azaz lopni. Ilyen, és ilyen, és ilyen. Szóval meglett a mohás zúzott kő, csiszolt kő, a kohó, és ez a téglás blokk. Tegnap itt István összekraftott egy csomó üveget. Wow, kaptam egy elhagyatott hajót. Moha blokk, az igen. Mellett István talált még egy csomó lombot, de már annyi ideje vándorolt, hogy azt hitte, hogy hirtelen nagy bölcs lett belőle, vagy én nem vágom. Egy valamit mondok nektek. Menjetek ki a természetbe és keressetek lávát. Te mind Minecraftozzatok. Persze, fiam. Ide jön elméletileg a sima üveg. A sötétített üveget így kell csinálni, ez az. Ide jön az üveg mellé, nice. Szerencsére egy csomó festék már meg volt szerezve, szóval több mint 10 darab üvegblokkot le tudtunk tenni. És a többi festék is on delivery. Hol van a szállítmány, István? Hol vannak a többi festékek? Nem kapok b***eg sivatagot! Minek neked sivatag festéket hozzá? Olim! Mint a zsák, fekete festék! István, szeretnéd, hogy kibannoljanak? Ki kérdezett téged? Viccet félretéve, amíg otthon voltam, megcsináltam egy újabb barkácsot, szóval letettem a búzát és a céltáblát. Gondolom, ilyenek nincsenek, szóval ezt is hozom. Áú, iratkozz fel! Így kell a subscribe gombot szétszeszni, így! Ez a subscribe gomb, ember, így! Viccet félretéve, van valami új animáció, hogyha feliratkoztok meg, lájkot
lájkot nyomtok. Szerintem csekkoljátok le, nézzétek meg. Miután megvolt a feliratkozás, folytattam a komposzttal, a hangdobozzal, majd pedig a zenegéppel is. Mondtam, hogy nem vagyunk nyitva, mit nem lehet érteni ezen. Ekközben István is grindolt, fosztogatta a faluban a különböző dolgokat, mint például a jeget, és aztán egy másik ládába 9 darab smaragdot is talált. Emellett nekem elegem volt a könnyebb blokkokból, szóval a nedőrt meglátogattam, mert izgalomra vágytam, úgyhogy szerezzük meg a többit is. Hát ember, mind egyfolytában cseng a telefonom, de csak akkor, mikor videót veszek fel. Ha még egyszer cseng a telefonom, csak azért csenghet, hogy valaki 100 000 eurót akar utalni a bankszámon. Csak akkor veszem. Aló, jó napot kívánok! Maga nyert a 100 000 eurós lottó főnyereményét! A Románia.hu 6-os lottó nyereményjátéka! A bankszámla címet kérünk, telefonszámmal és... Elnézést, közben nem akartam zavarni. Azt sem hagyott, hogy elmondjam az anyázásomban, a disznók ölnek! Csekame! Mindenki, hogy toporzékol, nézd meg, hogy akarnak verni, itt a security. Ahhoz képest elég jól haladtam, találtam lélekhomokot, meg egy-két blokkot, ami hiányzott, de közben Istvánt úgymond csócsálták a víziszűrcsögő bázisú micsodák. Álljatok már félre, ember, nem hiszlek el! Azt tudom, mennyien vagytok, ember, partiba voltatok, vagy mi? Részemről sem volt sok különbség, annyi disznó meg verőlegény volt, mint az atya úristen. Honnan születnek ennyien? Van a láda. Oké, egy ősi törmelék. Ez az első ősi törmelék, amit megszerzek? Disznóbázisban nagyjából minden megvolt, szóval mentem egy nedőrvárat találni, ahol szedtem a különböző téglákat, meg pár vitelt leöltem a széndarabokért. Aztán viszonylag problémamentesen hazaértem a lootokkal. Jó a hitboxot, tesó, rohadt jó hitboxot. Olyan, mint Cséb, a fején átment a nyíl. Gyors, megcsináltam a különböző kratokat a téglákkal, amiket soha életembe ezelőtt, például a csontblokkot se tudtam, hogy nem sima csontból kell, hanem csontlizből. Csontlizből kell csontblokkot. Na de így meglett a nedőrtégla, a repedezett tégla, a vésett változata is, és a vörös változata is. Ez a karmazsin nélum, vagy mi a tököm, a lélekhomok, kvarc ércet, és mellé az ősi törmeléke, a glowstone csontblokk. Let's go, szénblokkocska. Eléggé sok blokkal bővítettem a múzeumot. István, te hol vagy? Hol vannak azok a találatok? Kis időt kellett még várni Istvánra, de valahogy megérkezett, az a lényeg. Mit hoztál nekünk? Kovács, üst, kék jég, sárga, reperezett, izé, azaz. Tehát megvolt a tölgylom, agyag, maragblok, üstölő, üst, kovácsasztal, még 3 darab üveg, vinyeblok, és itt még egyáltalán nincs vége. Szimpla kőtégla jön ide, hoppá, csak kitörtem a bokán. Szóval még 10 blokkal bővül a múzeum. Voilà, itt is van a termékes föld, vagyis a termékenyítő termőföld. Hogy tetszik a répám? A dzsungelfát, doktorasság. További 11 blokk még megkapta a hét, mikor István emlékeztetett, hogy edzeni is kéne valamit. Na, akkor menjünk edzeni. Igen, menjünk test mozogni, nem csak egész nap Minecraftozunk. De még volt lootolva 6 darab, ami kereste a helyét, és meg kell mondjam, hogy egész pöpecül állunk. A színekkel nem túl jól, kivéve a gyapjuk, de úgy másképp egész jól állunk. De hogy visszalép, lép le azonnal, menjünk gyúrni. Másnap folytattam a munkát a szerveren, szóval lekraftoltam pár resztonos cuccot, a hordót és a könyveket. Igen, látszik, hogy kezdek allergiás lenni erre a challenge-re, mert még olyanok várnak ránk, hogy ingagya szakad. Esküszöm, olyanok vagytok, mint a héterek. Nem értitek meg, hogy senki sem kíváncsi rá. Még nincs kész, nem fogadunk látogatókat. Természetesen nem felejtsük el a sima földblokkot is. Holy Jesus, hát hogy az istókba lett ez meg? Legyen meg az összes levélfajta, még 4 hiányzik, szóval azért elmennénk. Ezekből 3-at viszonylag elég könnyen megtaláltam, de a negyedik az valami baromira messze lesz. Ha már útnak indultam, akkor szedtem hínát, és kifosztottam 1-2 blokkot még a faluból. Itt a sivatag! István órákon át keresett, mi a szar, itt van a kaktusz! A zöld festékre van szükségünk valami ipari mennyiségbe, szóval szedtem én, amennyit csak tudtam. És képzeljétek, hazafele korallzátonyokat is találtam, szóval itt is 5 darabbal bővült az inventory. Mi? De mi van ezzel a játékkal? Hogy lehet ennyit szaporodni egy helyen? Hát nézzek, mindjárt nem fértek, normálisak vagytok. Oh my god, mik ezek a helyek? Ott is van mocsár. Ez az a mocsár? Mi a szar? Ez a legkisebb mangrove forest, amit életemben láttam. Kicsi vagy sem, de szerencsém volt, mert megtaláltam a mangrove lombokat, emellett még az iszapot, és lenne egy nagyon hosszú projekt a 3 békás blokk micsodával, de azt későbbre hagyjuk, mert meglátjátok, hogy mangrove, sötét, nyírfa, fenyő levelek és a levél kollekció az done. Erőnk, sűj már, oj, hínár. Elnézést, azt akartam mondani, hogy megvan a hínár blokk.
volna, meg a térképasztal és az iszap is a helyére kerül. Nálam vannak ezek a csodás korall blokkok, de ha letesszük, akkor az összes elszárad szinte instant, mindjárt meglátjátok, elméletileg. Igen, már is száradnak, nagyon jó, és ezek külön blokknak számítanak, de ahhoz, hogy megmaradjanak színessé, ezeket az üvegeket vízblokká ki kell cseréljen valahol máshol. Ha ez megvan szépen fölé, a kéket, sárgát, lilát, rózsaszín, meg a pirosat is oda kell tenni, és kész is van. Jó, most, hogy nálam van egy csomó kaktusz, azokat is ki fogom sütkérezni. Szóval ezáltal le tudtam kraftolni maradék 3 szint is. Elméletileg az üvegkollekció az kész is van, nice. Ezzel együtt kérlek szépen végre a gyapjukat is be tudtam fejezni. Szóval az agyon színezett kategóriából a homokok lesznek, a betonok és azok a csempe micsodák. Szóval lesz itt még mit csinálni. Eldöntöttem, hogy megszerezném a szivacsot és a vizes szivacsot, amik ide fognak majd jönni, és hát mindenki tudja, hogy az csak egy helyen lehet megtalálni. Reménykedjünk, hogy maradt még benne, hogy itt mennyit szívtunk. Jaj, itt történelem született. Hello, hello. Békével jöttem, csak a szivacs kell. Ó, szivacs, 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 szivacs. El is mentem, köszönöm szépen a terméket. Itt van a nedves szivacs, és itt van a szárított verziója. Emellett meg lett a prizmarin tégla is, és a világító micsoda is, amit ott lehet találni. Közben rájöttem, hogy elfejtettem lekraftolni a mélypala... A mélypala csempét. Annyi variáció van ebben, mint a rohadt élet. Nem is tudom, hogy lehet ezt észbe tartani. Igaz, igaz, ugye igaz? De jön ez, és ide jön a repet változata. Wow! Emellett gyorsan megcsináltam az íjászasztalt, a szövőasztalt, a kemencét és a TNT. Ezután rávettem magam, hogy ismét keresek egy mengrúd mocsara, szóval több ezer blokkot kellett repüljek, hogy ezeket a békás micsodágat, meg a többi maradék blokkot megszerezzem. Itt lesz szenvedés bőven. Kezdjük ezzel a gyökérrel, jó. Kell egy kis mengrúvrőnk is, kraftoljuk le az iszapos gyökeret, meg kell ezeket a jószágokat etetni magma kockával. Akárhányszor megesz egyet, azt a kicsikét, kidob egy lámpát. Áramszínű béka van, és mindig attól függ, milyen színű lesz, amilyen biomba spannul éppen. Valahogy ki kell találni, hogy a Netherbe hogyan viszem át mind a három szint is etetem meg, na de először is kellett keressek slime-ot, ami szerencsére itt a mocsárba az néha-néha spannul, szóval azokat tudtam gyűjteni valamennyi. Gyertek, gyertek, csináltok gyereket bárhogyan. Mert így kell szaporítani, nem? Mi? Jaj, oda kell adni. Én szépen megetettem a békákat, de vártam, vártam és vártam, és nem történt egyszerűen semmi, még az éjszaka is leírt, és még a gyerekeknek nyoma sem. Nem értem, mit csinálok rosszul. Itt a víz, megetettem őket, a kis egyet, és nem raknak le ikrát. Még egyszer, kapsz te is. Kapsz te is. Na legyetek szerencsétlenek. Lerakott oda egyet, jó, végre. Nem értem, mit csináltam eddig, különbözően ugyanígy csináltam. Jaj, végre az egyik ki kell, gyere ide. Jó, megvagy, gyere, te is megvagy, jó, az is ki kell, gyere. Elloplak, mondom, gyere ide! Jó, van, 5 ebi hala, mindjárt mondom, mit csinálok ezekkel. Jézusom, mennyi idő vetel. Ezért szerintem senki sem sajnál, de ezt érdemlik. Egyet ki kell leszek valami havas bájomba, és egyet még egy másikba, mert különböző bájomokban különböző színű békák lesznek, összesen 3 van. Fog csinálni neki egy kis ilyen elkerített valamit. Amíg ez megnő, gyorsan a mangrove cuccokat a helyre rakom, hogy legyen az letudva egyszerűs mindenkorra. Tehát végre valahára megvolt a mangrove gyökér, az iszapos gyökér, és az 5 darab mangrove rönkfajta a deszka, tudját. De most vissza a nyomvad békákhoz. Yes, megnőtt. Ó, sztom, ekkora debla lettél. Szépen megkötöm pórázzal, és jössz velem a Netherbe, és megeszed azt, amit mond. Évezred lesz, mire találok valahol magam. Ott vannak! Egyél szépen, mielőtt még meghalok. Ott a kicsike. Na, végre! Oh my god! Okker, varangy, fény! Az igazság, hogy rád már többé nincs szükség, mert a szín megvan! Igen, de a 3 közül még csak egy volt meg, és a másik 2 más színű békából jön, szóval ugyanezt a procedúrát egy jeges havas bájomba is meg kellett csináljam, ami hát ez is időigényes volt, de... Én mondja nekem valaki azt, hogy nem megy át ez a Netherbe? Mi van ezzel a játékkal? Most úgy őszintén. Tehát így ott tökölődtem, lögdöstem a békát jobbra-balra, de nem történt semmit, szóval eltett egy csomó idő, és utána csak úgy egyszer működött. Mi a szar? Esküszöm! Nem értem! Semmit nem csak másképp! Jaj, hogy rohasszam ketté. Gyere szépen, békuci, nehogy leesse. Itt van egy, az, azt hiszem, ez egy kicsit nagy falat neked. Halleluja! Mi ez? Zöld varanyfény! Nem menekülsz! Nem! Elnézést, kicsit kezdett elborulni az agyam, mert annyi időt vett ez igény, mint a rohadt élet. Ugyanezt a procedúrát még egyszer a dzsungelbájomba is meg kellett csinálni, de valahogy a végére jutottam. Ez az! Egyesített hatalmunkból, yeah!
gyűlölöm a Minecraftban a békákat. És szépen idejön mind a három béka lámpás cucc. Tudja a tököm, mire jók ezek? Amilyen nehéz megszerezni őket, szinte egyáltalán nem éri meg. Emellett szerencsére maradt egy kis slime-om, szóval a slime blokkot is le tudtam tenni. Ezek után kezdtem érezni, hogy a többiek miért nem játszanak annyit a szerveren, mert hát ez egy rohadt nehéz és időigényes challenge. Minek se volt sok ideje játszani, azt mondta pár óra múlva fellép, de én úgy gondoltam, hogy kicsit megviccelem, mivel eddig nem nagyon segített nekünk. Úgyhogy fogtam magam és telepakoltam az arzenálját TNT-vel, és megpróbáltam így elrejteni ilyen szürke nyomólappal, ami jobban sikerült, mint hinnétek, de mindegy, csak nézzük, hogy mikor fellép, mi történik. Oh my god, hát téged látni ezen a szerveren. Mielőtt bármi történik, tájékoztatlak róla, hogy előd lopott tőled. Előd? Mi a f*** keres itt előd? Szerencsére az Ender Chest-emben van a nagyobb része a tucaimnak, szóval... Alex? Mit robbantottad? Mi történt? Ja, semmi, amúgy csak felrobbant a házam, de... Ezt azért kaptad, mert nem jöttél játszani időben! Hé, de most a kutyáid engem akarnak, ez nem jó, ez nagyon nem jó, ez nagyon nem jó. Na jó, most, hogy a házad lyukas és a cuccaidat megbúrták, gyere, mutassa meg a múzeumot. Ha? Ezek után, szép a múzeumot. Tönkretennéd itt a több hetes munkát, amit folytatunk. Igen. Visszaépíted a házamat? Igen, úgy, igen, ahogy igen, volt, blokkra, igen, blokkra. Igen, úgy, a szomat épített, te gyomorult, te szarrágó, te menj innen, meg ne lással a szörnöt, ne meg... Na, miután lenyugodtak a kedélyek, elindultam egy felfedező túrára, ahol meg is találtam a mélykast, és az annyira közel volt, hogy vissza is vittem a helyre, vagyis a múzeumban. Ezek után azt várod, hogy én segítsek, érted? Tök rendes vagyok, az időmet, amit nem rád kéne pazaroljak, rád pazarlom. És mire jövök fel, hogy felrobbantod a házamat, tényleg? Pontosan, na, de én tovább mentem a felfedező túrámra, mert hiányzott egy-két bányászblokk. Mert Warden lyukasztottak ki a gyomrodat. De ennek ellenében megszereztem a mélypalában rezet, mélypalában lazurított, mélypalában gyémántot, sima lazurított, és nagy nehezen a sima gyémántot is, ekközben Zümi vállalta a többi méhészeti cuccot, szóval a mézblokkot meg az ilyeneket. De ekközben Clemmy mondta, hogy ő vállalja a színes betonokat meg homokkat, szóval végig barkácsolta, rakosgatta meg minden, úgyhogy ezzel is bőven volt macera is munka, de a végeredmény annál szebb volt. Halleluja! Megvannak a betonok és a nem betonok. Yeah. Zümi, akkor adsz tűzjátékot, légy szív? Nem! Akkor s***e le! Bazd meg! Tudod nekem, mit kéne talán? Mélypalában smaragdok. Most az őszinte véleményemet kéred róla? Leszaromban! Hát nem csodálom, mert az egyik legritkább blokk a játékban, és emellett, ami nagyon ritka, még ez a mélypalában szén, ugyanis az utóbbi csak a sima kőzetbe tud beleszpannolni, és nagyon-nagyon ritka esetben bele kell lógjon a legalján ott a mélypalákba, és akkor lesz csak mélypala szénérc. Szóval a bányákban csak kerestem. De közben Clemmy foglalkozott a maradék színes anyagokkal. Jó, megvannak a terrakották is, juhú! Ez a... És a csempékkel is, ezzel is volt macera bőven. Kész vannak a csempék! Hát meg kell dögleni, hogy még mindig nem találom, amit akarok. De aztán körülbelül másfél óra keresés után megtörtént a csoda. Itt van! Szén. Itt van! Deep slate szén, itt van! Kettő darab! Szerintem orvosnak kéne látni ebben. Szemem, ki, egyszerűen ebben a sötétbe bányászni, kiguvadt a szemem. Eközben István is hasznosá tette magát, szóval a maradék nedőr fákat, meg az ilyen-olyan blokkokat meg akarta szerezni. Többek között viterfejre is lesz szükség, de ez kicsit később. Egyelőre rakjam le, amit megszereztem. Az asztam a mélypalában rezet. A sima redstone. Ide jön a két lazurit. Ide jön a... Ne, ő meg baszki, nincs kajám, adj kajám! A sima szénérc mellé, a mélypalában szénérc, ezzel mennyit szerencsétlenket. Leraktam a sima grindot is, mert az még hiányzott, de ez idő alatt István a viterfejekre vadászott. Közeli helyeken, dombokon, hegyeken, szopjuk a faszt, amíg élünk. A szerencséje után rögtön jött a bal szerencse. Hogy szálltak ki? Üsd le, vízbe, hozd ide a csónakhoz, ültessük. Na most volt az, hogy majdnem meghaltam. Lényeg, hogy túlélted, ami ennél is fontosabb, aztán szerzett még egy fejet. Így összesen kettő darab volt nála, és Züminek a házában is van egy, és megegyeztük, hogy ezt a hármat összepárosítjuk annak érdekében, hogy a jelzőfény hát egy icipicivel hamarabb meglegyen. De még miatt a nagy terveknek neki fognánk egy pár blokkot, amit viszonylag könnyű megcsinálni, nagyon gyorsan le kell darálni. Például a háromfajta kvarc blokkot, diorit, vályog tégla, homok, még egyfajta kvarc, nyers részblokk, nyers vasblokk, nyers aranyblokk, négyfajta bambusz, még egy kvarc blokk elmaradt, sima andezit és a vésett andezit. Na de most mehet az endbe. Itt aztán lesz hadd lehadd. Au! Jó, nem tudok! Meghalsz, már le! Na,
Na jó, a lényeg, hogy 8 tonna sálkörhéjjel kell visszajönni. Ugyanis a sálkördobozokból is rengeteg színű fajtát lehet csinálni, és mindegyik különálló blokként szolgál. Tehát igen, mészároltunk, és mészároltuk a sálköröket. Annyit tudok, hogy ezek rohadt idegesítő. Rengeteg felvétel készült itt, többek között az endblokkokat is kiszedtük, amik még el vannak maradva. Ide jön az endkő, tégla, purpur blokk és a purpur oszlop. És a sok sálker, amivel visszatértünk, megcsináltam a dobozokat is, és belülük az összes szín. Történelmi pillanat, piros, barna, fekete, szűke, világos szűke, fehér, rózsaszín, és alap, vanilla, yeah! Miért csinálunk ilyen fagyatékosul egyébként? Oh! Na hol vannak azok, amit István hozott? Mit hozott? Na szépen lerakjuk. Tehát a Netherből volt az 5 darab türkiszfacú, majd pedig az 5 darab pirosas is, és még 3 blokk elmaradt, ezeknek a nevét fejbe pontosan nem tudom, de itt képernyőn látjátok, az a lényeg. Nagyon szépen haladunk, én azt kell, hogy mondjam. Jaj, ne, nagyon félek! Jaj! Nagyon szép, megvan a 3 viterfejünk. Holnap kihitteljük a vitert, megcsináljuk a jelzőfényt. Tomorrow. Úgy tintek a világnak. Hello, bello. Na gyere köcsök, hol vagy? Hát emi, ennyi tudsz, júj! Jaj, meg is sorvadok, jó? Ez anyád, gyere! Nem látom, a szívem az a helyzet. Ne ficánkolj! Nem ficánkolunk! Nem, megdög lesz, azt mondtam, megdög lesz! Gyere, még egy ütőt! Jó! Mi, már meg is ölted? Hú, hát aztán kemény fábú forogtok. És most szépen lekraftoljuk a csodálatos jelzőfényt. Erre szépen ide. Bacsá! Amint látjátok, már nagyon jól néz ki a múzeum, egyre közelebb és közelebb járunk a végéhez. Rájöttem, hogy még a sötét tölgyek nincsenek a helyén, szóval gyorsan elmentem az erdőbe és vágtam egy kis fát, és meg is csináltam, ezek nem voltak nagy dolgok. Nice! A fafélék kész vannak, halleluja! Magadat is ragdod a papafáj. Aztán pedig elhatároztam, hogy egyedül megszerzem a Netherite blokkot. Ez rettenetesen sok idő lesz. De előtte eszembe jutott, hogy teljesen elfelejtettük a sima és a narancsárga homokköveket, úgyhogy szerencsémre volt koordináta lementve, elmentem és szedtem dögivel homokot, és ezeket is nagyon gyorsan megcsináltam. Miután ez megvolt, foglalkozhattam a Netherite blokkal, és az volt az ötletem, hogy szimplán új bestjönöket fosztogatnék ki, hogy hát ha teli van loottal, de aztán kiderül később. Na nézzük, szerencsém lesz-e. Azaz, te egy kis ütőrmelék, ez az. Csebbe. Ebbe is van egy nice. Jó, bocsánat, de muszáj elvegyem az ősütőrmelyiket. Muszáj, nem egy célokra használjam. Az anyád! Nézzük ebbe a ládába, mi van. És ebbe is van egy, mi a szar? És ebbe már nincsen ebbe. Netherit, fejlesztés, ó, hát erre is szükség. Hallod, eddig nagyon jól jártam, azt kell, hogy mondjam. Aztán mentem újabb és újabb bestjönök után, láda után ládát lootoltam, de hát ezek mind nem maradhatnak el a disznóknék, akikkel meg kellett küzdeni. Jóló van, hallám ányom vagy? Júj, na gyertek, hallám mit tudtok? Ennyi, amit tudtok, hát ez egy nagy semmi. Nubok az egészen ember. Úgy, repülj bele a lávában. Na nézzük a ládátok mit rejt. Komolyan nem volt benne minimum egy ilyen. A lényeg, hogy órákon keresztül grindoltam, és összesen 34 ládát kinyitottam és kilútoltam. Képzeljétek, hogy mennyi felvételem volt fölöslegesen, mert halálos helyzetben csak egyszer, ha kerültem, de az se volt igazán veszélyes, mert jó volt a cuccom. Csak az a kérdés, hogy ebben a ládában mi lesz? Van egy fejlesztés, és egy Netherite rune! Jó! Végeredményben fél nap elment arra, hogy 20 darab törmeléket találja, két iránykőt, aranyblokkokat, Netherite rudat, meg egyéb hiányzó elemeket a múzeumban, de ez még nem volt elég. Taktikát kell majd váltani. Halleluja, végre itt vagyok, szóval hiányzó elem az egyik ez volt. Itt van a lélektala is. Letesszük az iránykövet is, vaj, végre ez is megvan. Így kell azt a respawn újraindítás kapocsna. Kérlek szépen ezt tesszük ide. És lenne még a Netherite blokk, de vissza kell menjek a Netherbe, mert nincs elég anyagom, és ez a bestjönös módszert egy kicsit meguntam, szóval én csináltam két sálkörboxnyi ágyat, amit látjátok. Nézzük, hogy ennyi ágy mennyi ancient debris fog adni nekünk a föld alatt, legalábbis, hogyha szerencsések vagyunk. Valami olyasmit olvastam a neten, legalább a 15-ös szintre le kell menni. Elsőre semmi. Ó, basszus, nagyszerű. Ó, és itt van, jó! Körülbelül 4 robbantás után meg is volt az első, de a többi is kb. Így nézett ki, robbanás után robbanás. Eléggé monoton volt, szóval körülbelül minden ilyen 6-7. Robbantás után találtam egy vagy kettőt. De mire elfogyott mind a két sálkörboxnyi ágy, azt kell mondjam, hogy egészen profitáló volt. Indultam is haza, de képzeljétek, belebotlottam még egy bestcsönbe, és nem bírtam megállni, hogy ne lootoljam ki. Mi? Ho? Az első nyíl, hogy ment át rajta? Hát ez nem cség, hogy a hitbox ócska legyen. És nézzük a láda mit rejt. Yes, egy rune és egy törmelék. Jó,
jó. Most már nagyon kivoltam a nedőrtől, szóval hazamentem, az összes törményeket kisütöttem, összekraftoltam aranyjal, és valahogy kész lett a blokk. Hölgyeim és uraim, az a blokk, amit szinte a legnehezebb megszedni a játékból! Hey, itt Vili! Yeah, itt van a múzeumban! Ez az! Hurrá! A maradék három nedőri tudból végre feltuningoltam a páncélomat is. Holy Jesus, hát ez én azt mondom, hogy nem rossz, nem rossz. Hú, de szép a házam, bazzek, de rég játszottam Minecraftot. Milyen szép ez a játék, nem játszok többet, lehet nem is kéne dolgozzak, csak ezzel játszanom egész. De látod, egy, az egész meg van fejtve az élet. Viccet félretéve van még egy olyan blokk, amit orbitálisan nehézett megtalálni. De előtte még mindig hiányzik pár egyszerűbb, mint például az állvány. Nice, még egy több. De... Oké, ezután Zümi a fenyőfák segítségével a podzolt is meg tudta szerezni. Majd utána pedig mondta, hogy vállalja a gomba földet, vagy gombás tehénföldet, nem tudom mi a neve. Neki a koordináta le volt jegyezve, és a Nether Roof-on keresztül sokkal gyorsabban odaért, szóval mindegy, ő profi ebben. Itt kellett is vagyunk. Aztán rájöttünk, hogy még a gyökeres föld sincs meg, szóval ezt az azélia fát meg kell keresni, mert az alatt szokott spannolni. Full véletlen, itt van egy lásfa. Mit találtam? A gyökeres föld. Na de ezután jöhettek végre a smaragd ércek, amiből a sima érc viszonylag nem annyira ritka, sőt, még a hegyek oldalában is belespannolhat. Meg is van, itt az emerald. Igen, itt a hegy oldalában. Következhetett a mély palában smaragd, de egy jó fél óra keresgélés után... Már a 15. ekkora bájában az sehol egy retkes smaragd. A Minecraft Wikipedia szerint Deep Slate Emerald extrém ritka. Tehát igen, ez valójában a Minecraft legritkábban megtalálható természetesen generált blokkja. Mert nem elég, hogy kell hozzá ritka speciális bájom, de még egy szűk magassági koordináta is szükséges hozzá. Ha pontosan meg akarjátok tudni, hogy mennyire is ritkák ezek, nézzetek utána neten, tényleg mi is nem hiába bányáztunk órák. Át, mikor egyszer csak megtörtént a csoda. Úgy körülbelül 3 óra múlva. Megvan! Megvan Alex! Megvan! Kitéptem a mikrofon! Kitéptem a mikrofon! Szirtecs. Jó. Itt van! Hát ezt tényleg nem hiszem, ami a saját szememben nem látom. Szerintem kamuzol. Nem, komolyan megosztom a képernyőt Discordon. Jó, akkor ebből a redvából repülök haza, te úgy elmentem én. Készen vagyunk, azt mondom? Nem egész embert, még mindig hiányzott 8 blokk, de amíg hazamentem, az Zümi vállalta. Szedni kellett egy kis rezet, ugyanis kettőfajta blokk van ebből, és azokból 4 féle oxidáció, amik mikor elérnek különböző rozsdásodást, azokat be kell mézzel vaxolni, és akkor úgy maradnak örökre, szóval... Ja. És kész is vagyunk. Itt volt az ideje letenni szépen sorjában mind a 8-at, és még a többi lootot is, amit hazahoztunk. Nagyszerű, szép munka. Leraktuk szépen még a gyökeres földet, podzolt, a gombatehén föld, micsoda, csinálni kellett még egy ösvényt. És akkor gyere, egyszerre tegyük le a 2 találmányunkat, az legszobatosabb blokkokat a játékban. Bam! Most már csak egyetlen egy blokk hiányzik, de mint látjátok, van még pár üres hely, ez igazából azért volt, mert elszámoltuk, hogy összesen hány blokk kell. Szóval hogy a videó végére egy kicsit átalakítottuk itt a sorrendeket egy-két blokknál, de lényegében tényleg még csak egy van hátra. Figyeld, vacsavacs. Jó, itt egy creeper! És az utolsó blokk, hölgyeim és uraim, gyengítése kiszedve a Minecraft legeslegfontosabb blokkja az egész világon. Az én vagyok az utolsó blokk! Nem igaz, mert a füves blokk! Készen van a múzeum, beszereztük különmódban az összes szögletes blokkot a Minecraftba. El sem hiszem, hogy mennyi kis szenvedés volt az egész, de itt van egy újabb videó, nagyon szépen megköszönöm, ezt is megnézitek, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, esetleg Zümi-nek, ha van majd utó szólása, azt még megköszönjük, de szerintem nincsen.